Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Railbound folytatása. Lássuk, hogy ezzel megbirkózunk-e. Ez nyilvánvalóan hülyeség volt. No! Ugye ezt fölfele kell kanyarítani, tehát ezen egyszer kell átmenni, és utána vagy párosával, vagy egyszer se. Sárga, ha egyszer átmegyünk, akkor az jó. Tehát mondjuk az opció, hogy átjövünk, sárgát kapcsoljuk, ez fölkanyarodik, ezt fölváltjuk, és utána többet azt a kapcsolózónát eladjuk. Hát csak ezt hogyan tudom elérni? Mindezt úgy persze, hogy a kettesnek később kéne érkezni az egyesnek. Na. Küldjük be. Ez, ha minden igaz, akkor átmegy rajt, majd azt kezeljük, amikor ott tartunk. Jó. Most már csak az kell, hogy megfelelő sorrendben legyenek. És van még hárman. Ennyire egyszerű lett volna? Ennyire egyszerű volt. Jó. Tehát... Nem véletlenül standard nehézségű volt, de csak nem akart összeállni, amikor csináltuk. Jó. Ez a szokásos, hogy frissen nagyon egyszerű. Gondolom azt mindegy. És váltja. Ja. Ami nem olyan nagy baj. Kérdés, hogy elég gyorsan jön-e utána. Mert ez tipre működik. Leszámít, hogy akkor kapcsolja. Az... Ami nem jó. Oké. Okay. Oké. Akkor ezt vissza lehet fordítani. Hát... Az jó erre, már csak megfelelő sorrendbe kéne a kettesként behúzni. Már csak megfelelő sorrendbe kéne behúzni a kettesként. Vagy az egész fordítva az előző mintájára. A koncepció jó, csak kicsit lassabban kell érkezni, és erre a célra van még két mezőnk. Remek. Akkor ez minden további nélkül megvolt. Ez egy érdekes formáció. Ugye ezt ismét egyszer kell kapcsolni. Igazából, ha itt késleltetjük addig, hogy az egyes előrébb van, mennyi 4 mezőnk van. Akkor az azt hiszem ennyi. Majdnem. Majdnem ennyi. Csak nem.
Oké. És akkor a kettes majd elmegy egy körre. Ahogy bizony. Jó. Akkor ezzel meg vagyunk. Két szín, két kapcsoló. És ezt meg kell fordítanunk. Na, ez egy jó móka. Ez szinte biztos, hogy kell. Ebből mi lesz? Semmi. Semmi jó. Akkor ha megfordítjuk. Az nem nyerő. Ha így fordítjuk meg. Akkor igazából mennyink van? Egy. Az egy érdekes kérdés, meglátjuk. Ez akár bejöhet, mert ez elment szépen. És leszámítva, hogy a kéken egyszer több, egyel többször mentünk át, mint kellene. Ó, ez jó lesz. Ezzel meg fogunk küzdeni, azt hiszem, attól tartok. Átmegyünk a kéken. És sehol nem tudom csak úgy megfordítani. Sehol nem tudom csak úgy megfordítani? Hát itt tudom megfordítani, ugye ez a, az előző menet. Opciója, csak ez nem jó. Tehát ebbe ez az opció, akkor hogy a másik irányba küldjük. De akkor az, az volt a múltkori problémánk, hogy amikor ide érkezik, akkor az le van váltva. Pedig ennél... Oké. Ennek muszáj, mind a kettőnek muszáj valamelyik irányba kanyarodnia. Ugye egy irányba nem kanyarodhatnak, mert akkor ütköznek. Akkor lehet ez a két irány. Ez még működhet. Meg a másik, de a másik nem volt jó, ez viszont működik. Ezt nem mondom, hogy tudatosan csináltam meg. Azt hiszem azon nincs is mit kérdezni, hogy ennek így kell állnia. Aztán ezek majd érkezett nyilvánvalóan. És ezt... Ezeket eddig fixen... És kb. Ez se lehet más. Ez eddig legtöbb az fix kényszerpálya volt. És működik! Tehát oda kellett rakni, ahova lehet, nem voltak opcióink, egyiknél se. No, nézzük akkor a bonyolultabb eseteket. Van jó pár oldalágunk. Ott még van egy elhagyott. Majd egyszer esetleg visszatérünk. No. Ez... Nem jó, mert mind a kettő irányba el akar menni.
ez akkor fölkanyarodik. Papíron működhet, gyakorlatban nem, mert nem jó sorrendben vagyunk. Ha így kergetjük... Ja, hogy azonnal visszakapcsolja. Oké. Hogy értsem is. Ez nem jó. És itt nincs egyéb opcióm, itt nem tudok lefele jönni. Csak akkor, ha így húzódunk. Ez biztos nem nyerő. Akkor még ez egy opció, lesz amit... Oké... Mókás, csak nem megoldás. Csak nem megoldás. Hát akkor csak azt tudom elképzelni, hogy ebbe az irányba haladunk. Az egy opció. Na jó. Hogyan jut ez jó helyre? Egyenként csináljuk meg. Utána jó ez a lentről érkező? Igen, mert innen egyenesen megyünk. Tehát most lehetne opció, hogy ide bekanyarodunk, de oda nem tudunk. Mert olyan opciónk nincs is. Hát akkor itt csak ezt tudom elképzelni, mint irányt. Mint értelmes irányt. Lássuk, hogy ebből valamivel előrébb jutok. Nem. Ezzel az a baj, hogy ez egyáltalán nem jó. Akkor a másik irány. Az nem jó. Pontosabban jó. Ha ki tudjuk sakkozni, hogy itt eleget keringőzzön, de nem tudjuk. Mindenképpen mögötte van, és nincs hol. Ráadásul ez visszamegy. Mondjuk azt meg tudom fordítani. Csak a sorrend nem jó. Elfér? Nem fér el. Na, ez egy jó kérdés, pedig egyébként nem lenne rossz, hogy elküldöm ide. Ez valaminek stimmelős. Oké, és mind a kettő jó irányba áll. Tehát csak be kell küldeni ismét. Mondjuk így. Akkor azt hiszem meg is vagyunk. Azt hiszem meg is vagyunk. Remek. És ez csak egy egyszerű oldalág volt. Hát ezzel még meg fogunk küszködni. Van egy forgatónk, az mit csinál egyébként? Hogy abból majd valahogy jó ütembe ki kell jönni. Hogy azon majd még egyszer viszont át kell menni. Ahogy nincs több. Nincs több figura.
Majdnem. Majdnem, csak nem. Ez nem tűnik jónak. Nem. Egyel kevesebbszer kéne ezen átmennünk. Már pedig az nem olyan egyszerű mutatvány. Tehát ezen kétszer kell átmennünk. Jó, és hol fordítjuk meg? Mert az viszont továbbra is kell. Tehát az egyesnek át kell menni egyel, egyszer, ez eddig tiszta sor. Lássuk, mert lehet, hogy... Ja, nehogy utána még egyszer át kell valakinek menni. És akkor hogyan fordítom viszont meg ezt? Hogyan fordítom meg még egyszer a... Hogy hívják ott? Két mezőből. Ez nem tűnik jónak, mert nem is jó. Hát ahhoz muszáj ide be... Mert ugye ha így jövök, akkor a kettes-két alahogy át kell küldenem. De ezután már összesen két mezőn van. Ekkor ugye ide jövök. Az nem opció, hogy innen elküldöm, mert az négy figura. Az már így nem fér ki. Hát múltkor ezt csináltuk, de az nem volt működőképes. Ez nem jó. Most viszont... Ha ezt megfordítom, akkor... Akkor jó lesz. És ez az összekötés nyilván fölösleges, de az most ilyen szempontból mindegy. Oké. Kapcsol. Tehát kétszer kell ezen átmenni. Ja, ez nyilvánvaló. Ez a része. És utána valahogy ki kell sakkozni, hogy ez... Itt egy kanyar, vagy már ilyen fordító, és akkor utána beérkezik. Azt hiszem ez... vagy nem. Vagy nem. Így. Így működik, hogy mind a kettő elmegy, és ez az összekötés nyilván nem kell, de most az a rész nem izgat. Azt nem is néztem, hogy itt egy ilyen érdekes manőver tesz, de működött. Oké. Oké, ez már jól hangzik. És 10 mezőből. Hogyan jutok el én egyáltalán oda?
hogy kapcsoljak. Oké. Várjunk, hogy áll utána. Fölfele kanyarodik, tehát ezen az irányból igazából nem vagyok jó. Az nem segít rajtam, mondjuk mindegy. Ha ugyanide beérkezünk, mert ez viszont a másik irányban néz. Itt... Aha. Ez így kezd nem így... Nem, ez... Ez nem lehet így... Nem lehet? Oké... Oké... Önmagában nem olyan rossz... Leszámítva, hogyha ide küldöm... akkor megint kapcsolja. Ami nem jó, mert akkor megállunk. Ja, hogy nincs több mezőnk. Ó! Tehát még nagyon kevés mezőből is kell megoldanunk. Nagyon-nagyon kevés mezőből kell megoldanunk. De ez nyilvánvalóan így értelmetlen. Csak igazából a hát, ha ebből valami kisül, nem. Nem túl meglepő módon. És van egy mezőnk, nem? Hát ezt akkor egyelőre elrakjuk. Ezzel most nem kívánok küzdeni, mert nem látom a megoldást nyomokba se. Két szín remek. Hát ugye ez tiszta sor körülbelül. Ezen nem látok opciót se. Ezen se nagyon. Jó, egyelőre ezt csak rakjuk el, hogy ez bemegy simán a célba. Most nyilván ott egy ilyen kanyar kell. Jahogy. Oké, akkor lássuk, hogy ez hogy áll. Akkor itt nagyon gyors időzítés, vagy nagyon precíz időzítés kell, mondjuk ilyen. Mert ezzel jön ki nullára a mező. Nem, ez már nem jó, mert itt sosem jövünk. Sosem jövünk ki? Vagy... Mert akkor ez azt hiszem szintén stimmelős. A sárga az most jó irányba néz, és a többi jó. Oké, akkor működött ez a nagy kör. Ez működött. Ho-ho! Oké, az bemegy a keringőbe. Tehát akkor még egyszer át kell menni, ezen nincs nagyjából mit cifrázni.
azt leszámítva... Ó! Oh. Azt leszámítva, hogy ezt hogy, hol fogom én itt beküldeni. Oké. Okay. Mert ez működik, csak hogyan küldöm be a kettes-két a helyére. Talán elég, ha csak itt simán beküldjük. De szerintem ott ütközni fog. De ez csak érzés. Nem. Akkor egyszerű volt. Mert nem ütközött. Hó! Megint ez a kényszerkeringető. Ugye kell egy sárga átmenet, az úgy nagyjából ezt adja. Kell egy kék átmenet. Oké. Egyébként egy kicsit késleltetjük ezt. Oké, okay, hogyan késleltetem a... Ez egy opció. Ja, hogy annyi kábelünk nincs viszont. És akkor hol fordítom meg a kettes-két? Sehol. Na ez a gond, hogy alig van mezőnk. Az a kemény. Na, ebből mi sül ki? Semmi. Oké. Egyel többünk van. Például ez egy opció. Ami nem tűnik reménytelenül. Ha nem ütközött volna. Oké, akkor a hármast kell elküldeni egy sétára. Azt mondanám. Valahogy. Most stimmelnek, és jól jöttek ki. Na hát, ezt sem mondom, hogy teljesen tudatosan csináltam. Ho-ho! Alagutakkal kombinált. Ezt fel kell valamikor húzni, plusz minden-minden irányba kapcsolódik körülbelül. Ez a rövid válaszunk. Jó, hát innen tudunk csak érkezni, tehát ez nagyjából egyértelműen nem lehet más. Ez szintén nem nagyon lehet más. Az azért nem jó, mert akkor nincs megfelelő irány, szóval meg kell fordítanunk, ugye? Amit így tudok megtenni. És akkor ez majd visszaváltja. Elvileg stimmelnie kéne. Elvileg, gyakorlatban nem stimmel. Onnan is lehetne látni, hogy három extra mezőnk van. Oké, akkor az biztos nem jó. Akkor ha ezzel játsszuk, akkor alapvetően megvan az az ág. Oké, és itt igazából be tud csatlakozni. Egy gond van, hogyha ott csatlakozik be, hogy akkor messze hamarabb ér oda. Az egyeske, mint a ketteske.
ami nem jó nyilván. Ó. Az nem lehet opció, mert akkor biztosan abba az irányba megyünk. Nem hiszem, de... Nem, nagyon nem. Hát a sárgán csak egyek... Tehát ezen a sárgán ez nem mehet át újra meg újra. Nem jól álltak a kékek, ugye? Nem. Viszont... Ha ebbe az irányba fordítom... Akkor legalább mindenki ütközik. Jó, azt hiszem ez se lesz meg. Hó. Ez egy lehetőség. Akkor itt kijön, itt kijön. Oké. Azt hiszem ez stimmel az egyeskének. Oké. És az egy kék kapcsolásra a jó lenne ennek. A ketteskének. Ez egy lehetőség. Nem lehetőség, mert nem jutunk el. Ez sem lehetőség. Az viszont szembe jön, és az... Vagy... Mert szembe jöttek. Oké, csak hol jövünk ki ebből a hurokból? Sehol. Oké, tehát ez nem segít rajtunk. Ez nem segít rajtunk. Az se segít. Meg van négy mezőnk, tehát nyilvánvalóan azt még valahol el kell használni, az nem lehet opció. Azt nézzük meg ezt. Az se sokkal jobb. Ez egy opció viszont. Oké. Hát. És két mezőből meg kéne oldani az egészet. Az egy jó kérdés. Hogy hol. Háromból egy fordítást nem tudok megcsinálni. Ez továbbra se jó. Mert nem jövünk ki belőle soha. Jó, ezt is egyenre hanyagoljuk. Ami nem jó, mert sorba futunk bele a dolgokba, ami kicsit túl bonyolultnak tűnik. De hát ez van. Kell egy sárga, ez ugye tiszta sor. Ez csak itt mehet. Úgyhogy az is egy relatív tiszta sor.
Ezt nem nagyon látok más opciót. Oké, kapcsolja. Még egyszer kapcsolja és beérkezünk. Ja, most jönne a szokásos, hogy akkor a pirosat úgy kéne megtervezni, hogy ezt az egészet megvárja nekem. Hát nem, mert az még egy opció lenne, hogyha a pirosat küldöm el ugyanerre a feladványra. Hát de nem jó, mert akkor az nem ezt teszi. Hát annyi mezőnk sincsen. Azt tudom elküldeni, hogy utána küldöm. Azt lesz számítva, hogy ezt ki kéne valahogy hagyni. Abból a második körből. Ha ide küldöm, mennyivel jobb a helyzet, semmennyivel. Semennyivel. Ja, hogy egyszer viszont át kell rajta menni. Mi van, ha simán ide küldöm? És az egy... Ja, nem, akkor kétszer jön. Itt a gond, innen indul az egész. Innen indul az egész. Hát... Ez a mókás. Na jó, azt hiszem ezt se fogom megoldani most. Ehhez elfogyott a szellemi képesség. Na hát... akadnak problémák. Legközelebb folytatjuk. Már ennyi.